a ti idejének, én mondtam a cipőembert, shout nem nekem. Is Csak mondom, én egy kommentben láttam, tehát nem az én ötletem, sorry. Várj, egy kommentben láttam. Várj, várj, ez most mindent megváltoztat. Sok pénz baszok el, de tudom, sosem lesz már kevesebb. Én csak egyre többet keresek, keresek. A legutóbbi kérdést már felvetettem, valamilyen szinten már az ilyen márkaném name dropolás, és az hogy, az hogy, az, hogy, ruhák, az, hogy öltözködés, az már az elejétől kezdve szerepet játszott nálatok, off-white cuccokban is voltatok már akkor, Üm, és most pedig egész sok cipő van itt körülöttünk. A jelenlegi stílusodokat hogyan definiálnátok még, mielőtt nagyon-nagyon mélyen belemennénk ezekbe a, a... csodálatos darabokba itt körülöttünk? Elkezdtem állva a mikrofon. <laughs> én, én, a, én a jelenlegi stílusomat úgy definiálnám, hogy egyszerű. Amiatt, mert bár azért hordok ilyen, mondjuk, mondjuk, mondjuk a kabátról van szó, akkor ilyen bundásabb dolgokat, most már télen, meg mint legyetek az elég színes a cipőválaszték is. Én szeretem egyébként minden egyszerűen fogni dolgot, tehát most is egyébként ez egy, ez egy full átlagos szeretem, ami most rajtam van, ez az, az a, ez a fehér, végig fehér dolog, ö, és, ö, és nem, 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 szoktam annyira egyébként ilyen márkás cuccokat venni úgy, hogy úgy márkás, hogy tehet, hogy mint amire előbb beszéltünk, hogy akár Gucci, Louis, fasz ugye bármi esmi, nincsenek tudsz cuccaim is, hogy úgy, ruha. Ruhából egy ilyen fehér póló, egy fehér pulcsi, egy fehér kabát, vagy ugyanígy a fekete, azért egy valami egyszerű dolog, ami még fehérat sincsen, maximum ennyi, mint ezen a gatyám, most nem tudom, mennyire látszik, tehát hogy valami ilyesmi van, rá van téve, az még elmegy, de hogy ennél több nekem nem köszönöm, szeretném ilyen egyszerűre fogni. Ö, szeretek elegánsan öltözködni, csak ugye ez nem lehet mindig, tehát hogy elég fura, hogy de Igen, így. tehát hogy, ja. É, de igazából most ugye ennyit tudok én elmondani az enyémről, Bruno. A Laci rányítok, elmondani, hogy a fehér poló tehát a Laci az a divat, változ, a divat változik, a stílus örök. Ö, visszatérve, hogy hát a mi szám, mi a mi stílusunk, hát az utóbbi kettő napban épp ami tiszta ruhánk van, és az azért is, mert a nagy, a nagy hajtásban, tehát videóklipre egy kétszert, koncertre, megizzadsz közben átötözöl, a mosógépünk beszart nyár közepén, úgyhogy tehát hogy nem is tértem, hogy, tehát, megállt benne a víz, nem, egyszerűen nem megy le, mindent próbáltunk. Fönn voltunk már szerintem egy két-három napja úgy, hogy uh -huh. ilyen egy-két órákat maximum, és uh, nagyon kivoltunk, koncert volt aznap, és ez egy gyorsan elugrottam, elugrottam Fodráshoz, legalább a hajam legyen bevágva. Na most uh, a fodrász az pont annyi erőt vett igénybe, hogy mire visszaértem, már, már voltam, de és tiszta ideg is, és, és nem tudtam elkezdeni most a koncerten mi lesz, stb. Uh, Hívottunk menedzserünket, hogy ez off, ide nem fog tudni elmenni, ö, semmi esély. És ráadásul közben, ahogy előbb mondta Bruno, mosog és beszart, de, de az sem olyan egyszerű módon, hanem ha és is, akkor pont a Bruno már baszakodott vele a fürdőszobában, Hát, hogy mit csinálsz? Nem nyílik ide, mert már reggel próbáltam de azt hittem, rossz az ajtó, azt hittem, hogy majd ki lehet nyitni, nem, nem volt ide vele ö, cseszekedni. Visszajöttem, Bruno még azot is csinálja, mondom, jó, ide. Már kihúztuk, visszadugtuk, kikapcsoltuk, újraítottuk minden, kiítottam, és egy 20 liter víz ki a fürdőszobába. De, De, abban az átunk, és foly ki tovább, és így az a három napos minden, ott álltam, és mondom, ezt én nem hiszem el. Talán az egyik legidegesebb időszaka volt. Ez biztos. Szóval igen, ez a mosógépes sztori, ez így volt, és ugye most így az album drop után tudtunk oda. Egyébként fun fact, hogy a Laci kapott szötés napján nagypapáját egy mosógépet. Szóval shout a a Laci nagypapa. Az, las, az, lassan érkezni fog ide, és meg fog minket menteni. A leges-legjobb ajándék volt, hogy a családomtól kaphattam, szóval minden jövendőbeli rapper anyukának ezt a videót ajánljuk, hogy mit kell venni a gyereknek, hogyha már bejött a siker, és mindenem megvan valójában. És a stílusa visszatérve annyi, hogy, hogy a, szerintem a mi stílusunk az tényleg, Laci mondja, hogy mondja, elég egyszerű, mert amúgy, tehát, hogy oké, okay, hogy... van az már hogy nagyon most. Igen, tehát ez, az, 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 hogy, van mondjuk Aztán. három ugyanolyan színű zöld cucc, és hogy kicsit passzol is, ez, ez már annyira olyan, azt mondanám, hogy flaci, bazd meg, majd jó fel, é. tudod. És visszatérve egyébként erre, hogy az, azért is van amúgy már, nem mozgat meg annyira extra minket a külsőség flash mm. hogy annyi, tehát, hogy, de nem csak magunkon, máson se. Tehát, hogyha lejön valaki, és látok rajtunk egy, egy amit úgy beszéltünk, egy gucci vagy valami ízét, nem flashák hogy úristen, nem de hogy az a pulcsi. Nem mondom, hogy gizda, de hogy... Aha. Nem mondom, hogy gizda, de nem az lesz, hogy hogy kiszorom az utcán első, és azt mondom, hogy anyád, ez mi van, és az, az mi, az az, 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 az ennyire nem tudom, hogy érted. És akkor meg igen, ennyi, igen, igen. hogy milyen a kabátom, hogy milyen márka, Úgyhogy ezt akkor nagybóknak veszem. Ez... igen, ezt azért igen, is kérdeztem de meg, meg, mert... Te nagyon, tehát azért nagyon extra uh, speciális... speciális. Nem, ez én nem tudom, hogy beszélsz, ez ránézel a tarkomra. Én, igen, én ezt, fél... ezt, mondom, tehát, hogy megérkeztem, most nem tudom látszik, nem, nem tudom látták a abban fordulj meg, Léci. Ez, mert ez, mert ez mert tényleg, ez az első videó lesz, megmutatom, úgyhogy ez most a hivatalos bemutatás. Akkor, akkor Léci, igen, oda, térdelj le, de velőszem. Figyeljetek, hiszen hogyha már óriási... Hát, mert Tídeni megkeresztelt cipőembernek, azóta PSG Ogli is csak cipőembernek hív, és Bruno pedig végképp rákapott a Egy gyors, egy másodperc a nek, én mondtam a cipőembert, shout out nekem. Csak mondtam, én egy kommentben láttam, tehát nem az én ötletem, sorry. Várj, egy kommentben láttam. Várj, 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 ez most mindent megváltoztat. Bocsánat. Jó. <laughs> hát ez, ez át kell írnom néhány dolgot az anya. Na a, viszont, kérdően, adom, de... a hajadat, nem? Droppoljuk. droppoljuk a hajam. Akkor gyerekek, itt én vagyok Bruno, én Priszpák. És ma lesz a, a Priu meg a Drop a Double T Trunk -nak a, a hajának igazából. Hetek óta izgatottan várja az egész ország, hogy mi lesz. Több ő, újságíró is itt a lakásunk előtt van, de akkor kérlek Tomi, hogy mutasd meg a hajadat. Wow! Dang. Aha, dang. Dang. Aha! Szép, most látszik. Wow. Ez, ez, így viszont óriási lesz a videóban, hogy szét hápolyok után bejött Tomi, úgyhogy nem is látszott. De, de kurva nagy. Még ott annyit, elmondok, hogy az amikor megérkeztem, azt hittem, hogy szét van varva hátul a feje. Ja. Egyébként meglepődtem. Azt mondta, nem, most jöttem <síns> Nem, nem, most jöttem ezt akartam is mondani, hogy például nagyon sok előadó és nagyon sok rapper azzal próbál ugye kitűnni, hogy azért erősen meg kell megosztani, nagyon-nagyon extremitások felé megy el. Six tól kezdve Lil Nas X, mindenki arra megy rá, hogy, hogy minél extrémebb legyen. De valamilyen szinten ti ilyenek kicsit hogy az ellentérés néltök, tehát hogy nagyon basic de nagyon különleges stílusodok van sok szempontból, de valahogy nem az, hogy hogy, hogy, most befestetitek a hajatokat szivervány színűre, és felvesztek egy rózsaszín kabátot. De, vala, de valamilyen szín ez a zenétekben is benne van, tehát valahogy igazán olyan zenét csináltok, ami, ami, ami az embernek egy, egyrészt egy jó érzést is ad most, hogyha mondjuk a legnagyobb slágéretekre menjünk egy Pudán vagy Pesten. Tehát annak, annak nincs ilyen nagy megosztó jelenleg a sem, mint mondjuk Lil Nas x nem tudom, egy, egy Montero vagy, vagy bármi más, hanem, hanem tényleg arra megy rá, hogy hogy, hogy az emberek kapjanak valami olyat, ami úgy, úgy tükrözi a, a jókedvet és ugye a realitást ilyen szempontból. Igen, valami ilyesmi, de egyébként meg van az időnk elkatani, aztán lehet, hogy két év múlva visszajövünk pánkba, full fekete a szett, kilóg Én mindenünk. Meglátjuk, mi lesz. Annyi, hogy szerintem így, hogy mondjuk így rámegyünk arra, hogy talán mondjuk mi az, ami mondjuk rajtunk van, és mondjuk, hogy ami talán kicsit így extravagánsabb lehet, hogy a lacinak ez a fülbe való, meg flest, ezt erősen szokta tolni. Erről én kicsit, nekem is volt időszak nyáron, csak aztán, hát tök mindegy, be, a fül benne maradt a fülbe való. Annyira ráhúzta a hátulját első alkalommal a fülön, nem hol a fülbe volt ideig a Bruno, ugye? Most, most lugasztotta ki nyáron, és úgy ráhúzta a hátulját a fülére, hogy a bőr, a bőr az ráford belenőtt, a fülébe az a kis hátulja most és ez most valamelyik nap, amikor, amikor ez történt, akkor ö, jött oda hozzám, halad? nincs meg a hátulja fülben, nézd már meg. És nézem, és, és benne volt a fülében. Ja. Szóval ki kell műteni. Ja. Azután is fülbevalója. Még. De lehet visszatér. És te ugye Lacinak a kiegészítők, én erre kicsit így a tetoválás témát kezdtem ha. el most tolni. Hát... Tényleg, tetőtúr. Ez itt... nem, ha befeje, be lesz minden fejezve, akkor majd csak egy olyan videót is, jó? Ami arra visszatérhetnénk, ugye mondtad, hogy ugye az első klippebe is, hogy már hogy, megnyilvánult ez a Gucci-lő, stb. És hogy a, ott is már hordtunk olyan ruhákat, ugye azokban őszinte leszek, ahogy a kocsik is minden más, is, akkor 16 évesen, ugye? 17, nem nem, nem volt. a, volt. Barátaink segítettek nekünk, a mindig drága cuciás, és a barátainktól volt, szóval akkor még erre kurva nem volt pénzünk, meg semmi lehetőségünk, és ezt így, így, tudtuk elhozni. Szóval azok, mi nem mi voltunk, azok úgy volt, hogy Ugye, uh, ha van ilyen, akkor mert már akinek éppen fogadtunk, ha akinek volt ott a gizakos, nem tudom, akkor fú, ez a kabát hokó, mondt rá, csak itt hozzám még le, ó, és ne, gizák vagyunk, és akkor én nem is volt érted. De most már azért sokkal inkább egy elállítást találjunk azoktól, ilyen szempontból. Big respect. A rajtás találján. Felirat. Üdvözlünk téged is, igen, itt vagyunk a rajtás találján. Kimerítettük a stílusodat, nem azért erről még beszélnénk órákkal, de szerintem cipőzzünk egyet, meg ujázzunk, nézzük meg, hogy mi van itt nálatok, uh, mert én készítettünk sok-sok mindent. Mik a ti kedvenceitek? Azt érdemes tudni, hogy ö, egy a méretetek és, és nem csak zeneileg mozogtok egy százszerzőkosan egy hullámhosszon, hanem még a cipőket is úgy veszitek közösen, hogy közösen hordjátok őket. Így van. Úgyhogy ha valaki már nézett Insta képet a srácoknál, és azt gondolta, hogy de várja, ez, ez, legutóbb a Bruno volt. Akkor ez akkor az nem, azért nem azért van, mert kettő van belőle, mert ennyire vagyunk tömbben, hanem azért van, mert ugyanazt hordjuk. <laughs> Összeköltöztünk, és akkor most már a cipők az all access van mindenkinek. De amúgy egyébként ez szokott egyébként, de valami minimális szintű ö, konfliktust, már én fokat rehányabb vagyok, és nekem ezt tüleim is már régóta tolják, és én nem nagyon tudok vigyázni a cipőkre, meg nem is annyira érdekel, hogy vigyázzak rá. De a Laci miatt én is elkezdtem jobban rá vigyázni, szóval ez amúgy neki egy respekt, mert a Laci viszont nagyon, a cipő az nagyon-nagyon nagyon fontos, hogy ezt tiszta legyen mindig, és ha láttalok embert, aki indulás előtt mindig áttörli WC papírra vagy nedves törlővel, az az ő. Viszont kibaszott egy respekt a Brunat, mert most mindig takarította le egyesével, a saját kezével. Lenyaltam. Na, akkor Laci viszont átveszem, én a műsorvezető, szóval Laci lélek, nem úgy tudom, nyugodtan ezután, viszont akkor csak a Lacinak, hogy megmondom, ezt ő akarja ellenni, Lici, mutasd a kedvenc cipődet. Most ebben a szent pillanatban. Egyébként itt valami jordan mondtam volna idáig, mert, uh -huh. mert ezeket hordtam, de most jelenleg oh. azért ez az Force, és amúgy nem fogom tudni, hogy ez milyen és milyen neve, meg stb. mert ennyire nem értek Jelen, hozzá. Ez a cipő most azért nagyon különleges, mert én ezt még fel sem vettem, képzétek el. É, azért nem, mert ezt, ezt, csak egy olyan alkalommal fogom felvenni, hogy hát nem tudom, szüzességgel vagy. <laughs> valami ilyesmi. Akkor ezt Ali... Annyi... csak eddig? Igen, ezt csak ő koszolta eddig, és ez csak a Lebegek című számnak a forgatásán, most már videoklipében láthatjátok, vagy vizualizerében az albumról, akkor egyszer felvette, és az első ilyen konfliktusa ennek a cipőnek meg is volt, mert mondtam neki, hogy hogy merted, anélkül, yeah. szólnál <laughs> elsőre hordani, mert igazából ezt az, a, az album miatt vettük, nem tudom, mennyire látszik, kicsit közelebb megyek, ameddig bemutatom. Nem annyira koszolos, csak forraszkálós. A lényeg az az, hogy igen, tehát ez föltöltődik a fényben, mint mm. oldalt van, illetve a csontfázis is, és ez a sötétbe utána világ. Itt, és... Ez egyik legkülönlegesebb Air ami talán van, tehát az egyik legjobb koncept, és egy ritkaság. és ugye az albumunknak a fő szín a lila, mint ugye ez a cipő is, illetve ez a csont fast flash, ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez ilyen, kicsit ilyen creepy vibe, ez, 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 ez kurvára a tematikával összeélik, szóval, szóval Szóval most ez a szívem, ez ő áll a legközelebb, attól fölöttem, hogy én nem hordtam, de minden nap szóval, ja, ennyi. Bruno, neked mi a kedvenced? Igazából volt egy idő, amikor ezt, ezt a cipőt nagyon sokat hordtam, látszik is. Ö, hát ez egy Jordan. Valamilyen szinten ezt a piros narancsárga citromsárga kombinációkhoz fel lehet venni, és szerintem elég, elég színei vannak, Aha. szóval emiatt talán szeretem, de egyébként a, ami a cipőt, amit, ami, ami a legolyanabb, hogy szerintem a legtöbb dologhoz fel lehet venni, az gyorsítom játrohanok. Jó. A szeri, a szerintem az ez a cipő egyébként, meglepő lehet, de, Aha. Szerintem ezt a legtöbbet, azért mert nekünk ez a fekete-fehér esztetik van meg igazából, és ez a fekete-fehér tudok, az megy, viszont ez a kis a sarkába, az a neon meg a sárga meg nagyon feldobja, szóval emiatt talán ez. De egyébként így ez, vannak ez a pár basic színű, ilyen Jordan egyes ezeket is, ja, ezeket is ez azért jó, mert szinte tényleg mindez fel Én azt mondtam, hogy hogyha egyébként nem ezt kell mondani, amit még nem hordtam, akkor, akkor mindenféleképpen ez a Jordan, és ennek tudom, milyen a neve? Jordan 1 Igen. igen És ez azért, mert hogy Bruno mondta, ez minden szóval és nagyon tetszik az a krém szín itt hátul nekem, nem tudom, mennyire látszik. Ö... vagy rózsaszín? Nem tudom, csak a veréke, vagy ez mi? Hát nem tudom, te hogyan definiálnád? Inkább, a, a, Tonhalvel, az az. Nem tudom, vagy rózsaszínbe lazat, van. Lazat, lazac, az az. Igen, igen, igen. 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 Ez igen. De igen, ez, 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 ezek az ellen ezeket imádom, mert tényleg ezeket igazából, Aha. hogyha van egy szín a egy Igen, szín a van három, három különböző mire egyes is. Tehát van egy ilyen, egy ilyen ez a három szín az az szín, az szín, az nem? Nem? Tényleg? Ez, a ja. Tehát van egy ilyen türkiszkék egyes mid, egy ilyen piros fekete, ez a klasszikus ilyen bread, breadet idéző színelés, plusz még ez a, most már ahogy megegyeztünk, Lazas, Catherine, Pop, tartom. Három közül még a kedvenc? Hát ne, úgy volt, hogy e, ezek voltak az elsők, ezeket még Aha. nem együtt vettük. Itt még külön laktunk, ezért úgy volt, hogy ezt és ezt vettem elsőre én, a Bruno pedig ezt és ezt vette elsőre. Tehát nekem. nekem tehát nekem emiatt ez a kedvencem, mert ezt én még én vettem, és ezért én is hordtam a legtöbbet, és ezt én választottam ki ugye ezzel együtt. És még nem mondtam, ez, is, ez is egyébként nagyon-nagyon menő, csak ez azért nehéz, mert ez is szintén egyébként lila, más lila nagyon, és itt hátul meg ez a türkiszkékes szín, szín van benne, Ö, ennek egy más az anyag, amit a többinek, nem is tudom, nem, 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 tudom, hogy milyen. Aztán, igen, ez nagyon olyan koszolódik. de, uh -huh. de, de ez kevesebb ruhához, tehát hogy nem, még akkor a Nike-ba vettem hozzá egy ilyen 3-4 szettet, csak ezekből, mint ahogy mondtuk itt a nagy rohanásokban, meg a sok munkába, igazából szerintem a ruháknak 90%-a eltűnik folyton. Szóval most már nem tudom annyi mindenhez hordani, de ha tudnám, akkor hordám, mert amúgy nagyon menő, csak nehéz. Szerintem de nekem nem erről ne koszolódik például, ez hozzá, amúgy igen, igen. Ez, is egy Zoom Jordan, és szerintem az a cipő azért nagyon menő, és talán azért nagyon cipőnk, hogy így látjátok, hogy Aha. itt ez a szivacsos rész, hogy ilyen, uh -huh. ilyen van, ezt nem a lacisz, akit ez direkt ilyen, és szerintem ez rohadt menő vibe ad mint neki. A blazer, mint a blazereknél, tehát ja. az, ott, ott van ez a stílus még idézve, és itt a Jordanben is el és, és, nagyon jól néz ki. Szerintem plusz az anyaga is teljesen más, hogy itt egy hasított bőr van kombinálva ilyen, ilyen szövettel. Még amit megemlítettünk, hogy talán egy darab cipő, egy pár cipőnk valamiből van közös, az a ez egy, ez egy ilyen off-fight, milyen, hogy ez ezt? Volk, volk, Igen, hogy nem tudtam, volk. mi Ö, Szóval egy ilyen, ilyen off-fight párunk, ezt amikor a hoodie stuff megkötöttük az első szerzőst, akkor kaptuk mellé ezt a cipőt, a heavenből. Heaven szóval ennyit akartam az off-fightról. Az off-fight nagyon gyorsan, hogy ezt, ezt én nem vinném közelebb, amiatt már megkaptuk, és a Bruno azt többet hordta, ő talán fölvette egy ilyen... 15-ször, hát, ja, nem, nem, Egy tízszer kb. felvette, viszont én, ahogy megkaptam, még talán aznap felvettem a koncertemre, és, a, és ahogy besétáltam a, a turnékocsitól a színpadig, annyi időt sikerült összebasznom. Tehát, hogy azóta ki, sem, ki sem mostam. De most nekem azt mondta, na bőti, hogy ezt még a ki lehet szenni, szóval nem izgulok. Igen, ez egy, ez egy, ilyen elég vászon, hogy vagy nem is tudom, ez egy nagyon konyakos szódik és ezt szivacsatán nehezen is tudnám kiszedni, és mosógéppel is, akkor mondhatom, hogy ugye ez az X, ez a zöld színű X, ez könnyen ámosódik, és az egyik az én párommal lehet is látni, hogy kicsit mosódva, szóval emiatt nem nagyon tudok ez a cipőm mit kezdeni most így hirtelen, szóval ez így bevarakva a szekrénybe, aztán majd öcsém már a felnő. embereket ennek, ki lesz az szedve, ki lesz az tisztítva. Na, de srácok, hogyha már mondtátok, hogy itt ugye megosztjátok a cipőket teljesen, összeköltöztetek. Ugye az, hogy összeköltöztetek, mert így közösek is lettek a cipők. Mi lesz itt, hogyha egyszer majd szerelmi kapcsolatok olyan szintre emelkednek, hogy, hogy mondjuk össze akartok költözni a barátnőtökkel? Ennek, ennek az a sztoria, hogy összeköltöztünk, hogy a Bruno egyébként a barátnővel lakott az, elmúlt egy évben, és én meg egyedül, és a barátnővel, ahogy véget ért a kapcsolat, úgy költöztünk mi össze, és, és Hát azóta, mivel nem is volt semmi ilyesmiről szó nagyon, ezért nem beszéltünk róla, de még voltak az elején, mielőtt összeköltöztünk volna, és még együtt volt a barátnővel, olyan témák, hogy kiveszünk nagy lakást és egyébként ez egy óriási vibe, nem tudom valaki, igen, való világ igen. Tudom, igen, 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 van. igen, pontosan, és, 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 most mostanában így ez divat is tud lenni, külföldön kezdték ezt nagyon csinálni, és, és, és ez egy óriási flash, hogy sok fiatal együtt, akik is tudod, igazából folyton történik valami, mind, mindig buli van, mindig, mindig lehet valami, valami, beszélni, valami csinálni együtt, de, de nem akartuk azt, és ez az életünknek pont olyan időszaka van, amikor nagyon-nagyon sok dolgunk van, nagyon-nagyon magunkra kell figyelni, és és nem feltétlenül ö, ö, ilyenekre akarom el, ö, elpazarolni az időt, Most pazarolni, bocs, hogy, ö, hogy, ö, hogy én egész nap ö, nagyon nagy feleseket éljek át a, a társasággal, akikkel együtt lakok, mert egyébként ez tényleg óriási hogy mondjuk néztünk ilyen lakásokat, kim volt Budaörsön, egy medenc és ö, egy ház, egy domb tetején, és tényleg volt benne hat szoba minden, és, és, és óriási felesek voltak, az egyben olyanokról is voltak, hogy barátok, barátnővel, Bruno, mindenki együtt, és tényleg egy ilyen hatan, heten összeköltözni, de, de, végül vetettük, elvetettük az ötletet, mert most, most nehéz, na, ne, nehéz kivitelezni is egyébként, tényleg, de, de, de tényleg az, hogy most nem ez az élet az van, amikor, amikor, amikor ez így belefér sajnos, de ki tudja, még lehet, hogy lesz ilyen, hogy összeköltözünk, és akkor, és akkor minden közös lesz. A lányok is fogjuk, fogjuk holni, a fiúk és a lányokét is, minden. Arra eszméltünk így, má, így, 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 tavasszal egész végig, hogy amúgy szinte minden időt, időt együtt töltünk, meg amúgy is valamilyen szinte együtt, nem is együtt kell, de hogy, hogy együtt akarunk, hogy a zene miatt, és hogy... Igen, tehát a, a amit tudom, például csomó szó volt, hogy a, a, Laci, például még a Mafia és Szoriknak a Laci jött át hozzám, akkor utána meg, utána meg inkább én mentem a Lacihoz, utána meg volt egy közös a Gellért egy HB és Vini. Szóval időszak, ja, az, az időszak, akkor, ö, akkor ott nagyon sokat lógtunk, és ugye nekünk a bioritmusunk viszont a buliktól meg mindent annyira felborult, hogy nekünk szerintem az elmúlt egy fél évben ö, nagyon ritka volt az mondjuk, hogy hajnal négy-öt előtt eludnánk. De volt egy időszak nyáron, amikor rendes fél tízig reggel nem tudtunk aludni, mondjuk tehát hogy csomósra, reggel hétre értünk haza a három buli után, és utána ott van benned még az a kis adrenalin, meg ilyenek, és akkor, ja, szóval emiatt. És a jövendőbeli, hogy a, a, jövőben hogy lesz az összeköltözős téma, ez, ami nem, nem nagyon gondolkodtunk, most itt jó érezzük magunkat, de amúgy Elbinek azt képzelni hogy tudod, hogy egy ilyen egy saját ilyen gated residence, és akkor minden havarnak egy nagy ház, és akkor középen a közös flash. Ezt a piros szuperszert még tehát nem mutattuk azért, meg. Melyik hordja inkább? Ez a Bruno cipője volt egyébként, tehát ez, 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 olyan cipő pont, amit az előző lakásból hozott át ő, tehát ezt nem mostanában vettük, viszont, viszont, rá, viszont én hordom többet, és ez ott kezdődött, amikor az élet megy tovább klipbe, szóval a piros adilasszert az először felvettem, és hát annyira jól lát nekem, hogy mondtam a Brunonak, hogy figyelj, az meg ez, ez, ez nekem kell hordani, ne mostanában, ez, ez most És annyit visszatér, hogy a, ez a cipő az eleve csak a piros szett miatt került be a képbe. Tehát a cipő nem is ott van, hanem volt egy kurva piros setünk, és fel dobni egy cipővel igazából. Ha? Értem. És ezt még tudjátok például, hogy így melyik cipőt melyik klipben hordtátok? Tehát ez így, így, kötődik hozzá az emlékhez. Kábítsd egy akkor teszteljük. Ezek a cipők nagyon-nagyon frissek, tehát az élet megy tovább óta vannak meg ezek a cipők szinte, csak, talán csak ez a két off-fight tünetet felrég. Régebben mi, a, mi amúgy a, full fehér basic Air Force 1 lót, tehát a alacsony szálló, de nagyon... Az Air Force-ból volt mindeket, sok nagyon sokféle. Volt olyan, ami fehér, fekete tipával, tehát olyan is volt. Nekem volt, hogy lábgyakrabban voltam, hogy olyan volt, ami... itt van, behozzam, mert csak tiszta mocsak, de behozom azért, hogy tudjátok a sztorit. Visszaértem a cipővel, tehát nagyon koszos, mondtam, ezt a Bruno nem de ez, amiről wow. beszéltem, és, és, ez, és ezt, és ezt nekem, ezt, ezt én ezt egy klipbe fix. Egy klip -e ez, ez fix. különben nagyon Travis Scottnak az első Air Force 1-es uh -huh. kollabját idézi, annak volt ugye ilyen, ilyen textúrával, a pipa rajta az oldalán, csak ott az oldalán az izgalmas még pluszban, hogy az itt tépőzzel cserélhető volt. Az az első elforszás. Na, hát nekem ilyen nincs. Aminek cserélhető volt a, pipája, az több cipőben is olyan belefettette ezt de, de az ikonikus az, az, egyik, egyik pipa pont ilyen színű volt. ez egy olyan szettet amikor ez múlt évben volt nagyon nagy divat, ez a, ez a szettek, mindenhol ezt árulták, és nekem is nyilván megtetszett, és én is vettem egyet, és volt egy ilyen fényviszorvős full szettem, és akkor azt gondoltam, hogy ezt meglátom valahol, és mondom, hát ez meg kell vennem, és és akkor azt egybe hordtam, illetve külön is. A múlva flash, csak most arra már csak más cipő, meg koszos minden. Szép, szép van már hordva. És szerintem, amit ezt a fontos elmondani, hogy a, hát nem titok, hogy amit a keresünk pénzt a streaming platformok YouTube, meg Spotify-nak szerintem a 80%-a visszaforgatva a zenékbe. Viszont ez a cipő talán pont az érdekes, most az első, amikor azt mondok, hogy nagyon most vagyunk egy kis pénzt, és magunkra. Folytassuk a váltókkal. Igen. Ö... Az első a ami legfelül van, most most, pont ebbe jöttem most, az, aha, jöhet. Ez azért, ezt, ez, ez most vettem, a Paranoia albumba, ezt nem többször is láthatjátok rajtam, a Nehogy, áh, felszük, a Nehogy elhitbe, be, szóval a Paranoia, magából a Paranoia számba is. Ezt azért szeretem, hogy gyorsan, meg fog kicsit nekem hit. Szóval most azért most szeretem, mert... Búztunk a búztunk a búztunk nem biztos, hogy nem. azért, Bocs. Mert, kiford, mert... mert, kifordítható. É. Ugye mondtam, hogy ezeket a bundákat nagyon szeretem, és ez olyan, hogy van egy ilyen full bunda része belül, és ezt ki lehet folytani a bundakabártnak is, kívülről pedig, kívülről pedig van egy ilyen, nem tudom, más más, más és akkor itt, itt már csak a kapuszti bundás. De meg ne ezt a Laci nem tudta egy hónapig. Igen, nem tudtam, és utána az egyik forgatáson az egyik csajszi, aki a Striptease jelenetben volt táncos, ő mondta, hogy Amúgy, hallod, tudod, hogy -e kell Mondom, bazd, mert akkor ezért volt belül is ebben, meg ilyen, azért volt belül is ilyen izé. Nekem milyen fő? márka? Ez Zara. És amúgy kávé minden de kb. mindent amúgy a, Zarából, a Zara, Zara. Minden, mind, mindent a zara veszem, szerintem most. Akkor is kérdezi, milyen márka a nadrág? Zara. 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 <laughs> de, ami rajtad van, az a... milyen márka? arról nem ja. Betűnt, de azt szerintem nagyon jó. Ez egy ö, Virgil off-fight, de hogy amúgy ez egy Zara. <laughs> És... Ö, Egyébként Rest in Peace Abloh, csak említsük Igen. meg egyébként. Talán akkor ezt mutatom meg én is, mert talán, hogy akkor hagyjunk a Laci tematikájába, hogy ez a kabát... megfognak nekem a mikrofont? Vagy mutogass te. Tudatom, Jó. Na ez a kabát, ez, ez belül egy elég meleg, meleg, meleg példány. Ezt a Laci mondta, hogy ez, ez hozza már mindenféleképpen, és amúgy valóban tetszik, és ez is valóban több klipben láthatok el, rajtam. Nehogy elhíd, rémálom, szóval nem is kell sokat beszélni rólam, hogy egyszerű kabát. Egyszerű, egyszerű olyan, mint mi. Ez egy Nikó gt 4 kabát. Csak Félj, ö, Hát nincs csak egy ilyen bunda, ez is egy belőle belülről bunda, ez amúgy... A, nagyon, tehát ez oh. egy, szintén Zara, köszi, Szintén Zara, belül bunda, kívül ez a bőr flash. Én azt mondom amúgy, hogy vagy valami nem hasonlít, ez egy ilyen második világháborús pilótakabát. De, de szerintem olyan nagyon gizda. És nagyon jó az anyaga. És lehet, nektek egy Pilóta, nagyon menő. de tényleg. <laughs> Nekem kövik a bátom, ez egy ilyen szörme kabát, zarás, semmi extra, és Lacinak van egy ugyanilyen, vagy hasonló, nem ugyan pont ugyanilyen talán, de hasonló, csak feketébe. Uh -huh. És akkor ennyi. Most vettem egy pár zöld Igen. szettet, és amúgy ebben még benne van a címke. Tehát, hogy ezt ez se volt idő még fölvenni. Most vettem egy ilyen, kb. kimondom, ilyen, ilyen nagyon, nagyon gizda, ilyen zöld szettet, mindig azt mondták, hogy ilyen Squid Game-es, most nem, a Bruno is. ez a Jordanhez? Amúgy kicsit igen. tényleg. Na látod, mégis tudom, mi ezt fölvenni. Ez milyen nadrágot vennél fel? Ez a kabát, az a cipő? Mm, Fehér? Hú, megvan. Nem, nem, figyelj, ehhez kéne, ehhez kéne egy ilyen sötét-zöld ilyen csínó, tehát ilyen klasszik anyagú, ilyen félrevasalt, tudod, én vasalt, és olyan kicsit ilyen szkétes típusban. Ja. Hát már ilyenek nem lesz. a lényeg az, az, hogy ez is egy, ilyen, egy kicsit ilyen bundás a nyaka, mert belül is bun, ja, bundás a nyaka is. Én akkor hozok egy, egy kedv... Igen, ez most, ez most úgy van, hogy most ne, ne csak zalápozásunk, illetve jó barátainknak is kicsit lejárás a látszó. Tehát röviden tudom, ezt a kabátot, ezt tavaly Hoodie és mindenki kapott a brigádból egy ilyen kabátot, a ugye, Manuelék, a Valmarék, és erre a kell tudni, hogy rohadt meleg is igazából, emiatt baromi szeretjük, yeah. meg amúgy jól is néz ki igazából, csak ugye már széthordtuk, sokat volt rajtunk. Ez egyébként, ennek még van egy kis is, amit még el tudjuk a végére gyors mondani, e, szintén zara, a lépjünk túl, kék kabát, és... Mondja, nem bírom, ez nagyon-nagyon menő kabát, egyszerűen nagyon-nagyon menő, és ennek és az egyik az az, hogy a Paranoia albumnak az első képét Instagramra ezzel töltöttem, ezzel töltöttem fel, ezzel fotózkodtam, csak a kicsi megvan a szelkesz, hogy az album miatt, de, de eljött, hogy ebből képet, és ez volt kiírva az albumnak a története, illetve kétszer vettem fel ezt is baszki, mert hogy egyszer a fotózásra, Egyszer pedig fölvettem utána másnap kb. egy koncertre, és figyelj, megmutatom, közelről közel játszik. És második alkalommal fölvettem, és ahogy jöttek a rajongók aláírás kérni, egy tovább sikerült rá is firkálni, de több helyen is. És a lényeg az az, hogy azóta nyilván nem tudom horlani, mert alkoholos és kurva nem jön ki. Ez azt viszont beska, nem zarab, az ki, el. Ez, ez, még teljesen még előjáróban, ez különben a, talán a Vetmannak volt ilyen bomber kabát, az, A, 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 a kollekciója, amin így lógtak le, le, így, le így, ilyen pántok, hasonlók, stb. Annyi, most azt hozni fogja a drágot, és az azért, alatt a piros szín van? Van benne egy piros felirat, egy nagyon, van benne nagyon minimális piros felirat. Aha. És emiatt szerintem kurva lehet, és... Ú, uh, ez és nagyon a... meccs! Igen, wow. és nézd a cipőt, ezt a cipőt hozzá! Uóó, cipő wow. wow. emeld em meg! Felemeled, me Laci? Felemeled, me felemeled? Tehát, hogy ez, ezt, ezt föl is vettem egy többször, ott a piros, pirosas... Mutasd kép, meg a cipzárt, meg az, az látszik, látsz, hogy Igen. Igen. Nagyon erős. Ugyanilyen ilyen sok ilyen kis, hogy ezek a pántek rajta, meg ilyenek. Gyors, azért, hogy ez a piros szín ugye megvan benne, ugyanúgy, ahogy a, előbb mutattam a gatyában is. A gatyában meg És, és ugye a, a, pántok, a pántok a ugye rognak ki belőle, ugyanúgy, ahogy a, a, kabáton, szóval ez egyben nagyon gizda ez, ez is rajta volt a paranójában. És a, kabádban még egy különlegesség van, Léci, mutasd meg, hogy hogy lehet hordani. Majd ezt ugye lehet így, hogy itt... Ezt nem azt szeretem ezt a, kabátot emiatt, hogy ez, ennek van egy ilyen hozzentróger részlege, de figyelj, a Bruno, Bruno most fölveszem. Tehát most látod, hogy Közép-Európa legszebb férfi a felfeszi a, a berskás kabátot, és nézzétek meg. <tos> 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 és akkor azért... Nagyon menő, ez azért nagyon menő, mert a Laci tudja úgy hordani amúgy, hogy nincs rajta a kabát, de mégis. Koncert közben, ha melege van, akkor csak ledobja a kabátot, és, vagy nem ledobja, hanem nem, pont hogy nem is kell ledobnia, hanem csak felveszi ezt a hózendróger flasht. Brutális, nagyon erős. Szép. Szép. Akkor viszont Tomi, annyit mondanék a, a hallgatóközönségnek, a nézőknek, hogy... Miután ugye már ezt említettük, ezt a mosógépes és forgatásos, hogy nincs itt több cuccunk most tiszta ebben, mert most az összes cuccunkat elvittük most kimosni. Meg azért hozzá kell tenni, hogy azért meg lehetett állapítani ebből a videóból, hogy ti leginkább különlegeseket az ilyen statement cuccokból vesztek, ami leginkább vagy a cipő, vagy a kabát. Tehát, hogy az a kettő, amiben lehet nagyon-nagyon alkotni, és ezt csináljátok is. Mi a pólóban, hogy tényleg rám a, 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 pól, a pólot meg most kivennénk, a, mit tudom, van akkor színes pólunk, de amin sok minta van, vagy nagy márka, az nincs. Így nekünk könnyebb kombinálni, viszont az nagyon menő, amikor nagyon mintások, és viszont minden passzol, az durva, csak azt, azt már inkább nálad nézzük, mint nálunk. Na, igen. Köszönjük szépen! Hogyha még akarjátok hallgatni a lelkizésünket, és tényleg a mély témákról való beszélgetést, az albumról, persze stílusról ott is, a kezdők történetéről, és még sok-sok másról, ezen a csütörtökön hallgassátok a Spirit FM-et este hétkor, tudjátok online hallgatni a spiritfmhu na meg persze klasszikus rádiófrekvencián frekvencián is, mindenképp hallgassatok minket, egy órát fogunk beszélgetni szinte, és még mellé a Spirit is játsza valamelyik zenét a Paranoi albumról, és ezok melyik legyen az szerintetek? Szerintem, hogyha ezért lehet az el a fő a Paranoiás. Támogatom. Nagyon szóval. erős. Úgyhogy nagyon fogunk beszélgetni, és ezt persze még vissza lehet majd hallgatni a Spotify-on, a SoundCloud-on és minden streaming platformon. Úgyhogy hallgassátok meg a beszélgetésünket a spirit és a Spirit Spotify-en, és hát is, srácok, hogy itt. Mit a lehetőséget? Minket. Hogy benézhettünk ide a szobátokba és egybe a szekrényetekbe. Úgyhogy sok-sok sikert, hallgassátok az albumot, és találkozunk a következő videóban, kövessetek a srácokat Isten! engem is Instán iratkozzatok fel, lájkjátok a videót, írjatok, kom írjatok meg komment, hogy melyik volt a kedvenc Bruno X Spec zenétek. Még a Spark. Spark, tudom, ez most. Lehetjátok az elején, annyira, bele, annyira és tökéletesen kimondtam, és most meg csak így beszélek, és el is Ilyen, Tökéletesen meg nekem így is. Így van. és akkor még csak annyi, hogy akkor itt alattam lesz a, link a feliratkozáshoz, nyomjatok rá, és a csengőt kapcsoljátok be. Ennyi. Megmondta. Úgyhogy én most már dupla mikrofonnál. Köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!